akkor kezdődjék a műsor. Egy nagyon népszerű műsorszámot helyeztünk a műsor elejére, mely már évek óta bizonyította, hogy a litéri gyerekek lábára való, és hát szeretik a gyerekek is, és ezért szereti a közönség is, és ez így oda-vissza valahogy mindig működik, és hiába ugyanaz a koreográfia, valahogy mindig megújul, egy kicsit mindig változik, hiszen másik gyerekek táncolják, ahogy belenőnek abban a korban, amikor már táncolhatják, és így lesz ismét látható Lőrinc Hortenzi, a barátunk koreográfiája, amelynek a Galiba címet adta, ott hátul már van is egy kis Galiba. Azt hiszem, nem kell tovább folytatnom. Thank you.
tagjait láthattuk a színpadon. Kérem a táncosokat, maradjanak egy kicsit. Kedves Kati néni, segítségül hívom a okostelefont, jó, mert sajnos nem tudtam kinyomtatni, amit mondani szeretnék neked, és nem biztos, hogy könnyek nélkül kibírom, hanem puskázom. Hát egy kicsit megilletődve, és nagyon boldogan állunk itt előtted, nem csak mint volt tanítványként, hanem szülőként is. És szeretnék neked megköszönni azt a sok-sok év munkáját, szeretetét, törődését, odafigyelését, és legfőképpen tanítását, amit kaptunk tőled. Sok-sok gyereket, több száz gyereket tanítottál meg a néptánc, a népzene szeretetére. Tőled tanultuk az alapokat, tőled kaptuk azokat az alapokat, amiktől aztán néptáncosok lehettünk és mehettünk tovább. Amikor, hát most már közel 30 éve először léptem be a Zöldág próbatermébe, ugyanaz a jó érzés fogott el, amivel most a lányaimat viszem. Mert akkor is ott voltál, és figyeltél, és szerettél, és tanítottál, és most is ott vagy, töretlen odaadással, figyeléssel, és ugyanazzal a szakmai elhivatottsággal, amivel akarod. Úgyhogy, bocsánat, sokan vagyunk ma, akik már nem tanítványaitként, vagy nem csak tanítványaitként, hanem szülőként köszöntünk téged. És azt hiszem, hogy ennél többet nem tudunk mondani, mint amit a gyerekeink arcán látunk. Hihetetlen nagy dolog volt tegnap végignézni őket. A fehérvári fellépés, azt gondolom, aki ott volt szülők és látta, egy életre belénk vésődött, hogy milyen az, amikor gyerekek szívből táncolnak. Harsog az ének, és a kis csetlő botló lábadozások még nem teljesen úgy vannak, ahogy kellene, de nagyon jó úton haladnak hozzá. És azt gondolom, hogy a szívükben már most elültetted azt, elültettétek azt a munkátokkal, amitől ők már most néptáncosok és zöldágasok. Úgyhogy ezt a munkát szeretnénk neked megköszönni, és kívánunk kitartást, és sok-sok türelmet még, odaadást, hogy még az ő gyerekeiket is tanítsd, és legyél nekünk jó sokáig. Nagyon szépen köszönöm. Természetesen minden zöldágas kicsi gyermek és nagyobb gyermek. Én sokszor nem értem, amikor jönnek az Eszterék a próbára, hogy miért nem ők költöznek át, mert én nekem még mindig ugyanazok a leánykák és gyerekecskék, és azt soha nem fogom elfelejteni, hogy az Eszter Belgiumtól hazáig az ölemben ült harmadikas korában, mert nem mert elmondani, hogy már honvágyas, és már több mint egy hete nem volt itthon. És nekem ez a legnagyobb ajándék, hogy ők hozzák már a gyerekeiket. És amikor a próbák végén beállnunk, és együtt táncolunk, gyerekek és kicsinyek. Úgyhogy én köszönöm ezt a hatalmas élményt, és köszönöm a kitartást, és köszönöm, hogy hozzátok a gyerekeket a Litéri Zöldágba. Nagyon szépen köszönöm. Ő is a tanítványom volt. Tami!